Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Rúna Sándor jegyző urat, hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy 11 fő képviselő jelent meg, az ülés 65 képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kihűlött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napi rendeket. Van-e valakinek esetleg hónapi rendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor szavazzunk a teljes napi rendről, aki tudja támogatni a megtárgyalását, kérem jelezze. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangúra került elfogadásra. Tisztelt jelenlévők, javaslom, hogy a 27-től 33-ig terjedő napirendi pontok a zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Tudjuk-e ezt támogatni? Igen, nem tartózkodás nélkül. Egyhangulag fogadtuk el. Tisztelt jelenlévők, képviselőtestület, megkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. November 25-én Török elemek a magyar népi kultúrába címmel néprajzkutató konferenciát rendeztek dr. Barta Júlia, keletkutató etnográfus részvételével az ifjúsági házban. A rendezvényen részt vettek Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők, valamint Dobos László polgármester úr. Szintén 26-án délután került sor Madarász Imre egyesített obora 13. ovigálájára a Dérni Kulturális Központban. A gálán az intézmény valamennyi óvodája színvonalas műsorral mutatkozott be. Az ünnepségen Pánti Ildikó, Molnár Pál, Kovács Szilvia alpolgármester és Dobos László polgármester úr képviselték a városvezetést. Szintén november 26-án tartotta évvégi rendezvényét a mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének karcagi csoportja. Az eseményen Dobos László polgármester úr köszöntötte a résztvevőket. Még ezen a napon, 26-án került sor a Kiskulcsosi Általános Iskola műsoros estjére. Jelen voltak Nagymi László Erzsébet és Szepesi Tibor képviselők. November 27-én adventi gyertyagyújtásra várta az érdeklődőket a Városháza dísztermébe Karcagváros önkormányzata, a Dérni Kulturális Központ, valamint a Nagykunsági Civil Fórum Egyesület a Városháza dísztermébe. Közreműködött a Blazings énekegyüttes. Köszöntőt mondott, és az adventi koszorú első gyertyáját meggyújtotta a Dobos László polgármester úr. Az ünnepségen Pánti Ildikó, Nagymi László Erzsébet, Karcagi Nagy Zoltán, Molnár Pál, Szepesi Tibor, dr. Kanász Nagy László képviselők és Kovács Szilvia alpolgármesterasszony vettek részt az önkormányzat részéről. November 29-én a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjkiosztó ünnepségén a budapesti Herman Otto intézetben Pánti Ildikó képviselte Karcagváros önkormányzatát. November 30-án felavatták a Mészáros Ferenc karnagy zenetanár emlékére készült emléktáblát a zeneiskola Erkel termében. A rendezvényen Nagyné László Erzsébet képviselőasszony és Dobos László polgármester úr vettek részt. December 1-én a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny, ez évi eseményét értékelő rendezvényen Agárdon Dobos László polgármester úr és Szepesi Tibor képviselte városunkat. December 2-án volt a Varó István szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium végzős diákjainak szalagolgató ünnepsége a Dérni Kulturális Központban. A rendezvényen részt vett Pánti Ildikó képviselőasszony. December 3-án rendezte meg a Kovács Díjese a Péter László emlékversenyt a sportcsarnokban. Az önkormányzatot Szepesi Tibor képviselte. December 4-én a Megyei Diáksport Szövetség, a Kovács Díjese és a KSM Megyei Asztali Tenisz Diákolimpiai döntőt rendezett a sportcsarnokban. A versenyen jelen volt Szepesi Tibor képviselő. Szintén december 4-én, advent második vasárnapján a református templomba várta az érdeklődőket Karcagváros önkormányzata, a Dérni Kulturális Központ és a Karcagi Református Egyházközség. A Pesti Zenész Színpad társulatának tagjai Hófehér Karácsony címmel ünnepi műsort adtak elő. Ünnepi köszöntőt mondott, és az adventi koszorú második gyertyáját meggyújtotta Kovács Sándor, a megyei közülés elnöke. A Karcagi Református Gyülekezet nevében Koncz Tibor elnöklelkész köszöntötte a jelenlévőket. A városi önkormányzatot Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselték.
December 5-én a Siegfried Foltvaró Klub ajándékokat adott át a városi óvodásoknak és a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályának. A rendezvényen Dobos László polgármester úr, Nagyin László Erzsébet, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők vettek részt. Szintén december 5-én Találkozz a Mikulással címmel jótékonysági Mikulás fotózásra várták a Dérini Kulturális Turisztikai Sportközpont és könyvtár munkatársai a családokat a Városháza elé. A Mikulásnak átadott ajándékokat a rászoruló családoknak juttatják el a Karcagi Többszélű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ munkatársai. A rendezvényen részt vett Szepesi Tibor képviselő úr. December 7-én került sor az Eleink Élete című kiállítás megnyitójára a Györfi István Nagykun Múzeumban. Megnyitó beszédet mondott Kovács Szilvi alpolgármesterasszony. A város önkormányzatát Dobos László polgármester úr képviselte. December 8-án a Kovács Mihály Általános Iskola tartott ünnepi műsort a Déri Kulturális Központban. Az ünnepsége jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. Szintén december 8-án a Terra Madre világnapon és eredetvédelmi konferencián Kovács Szilvia alpolgármester képviselte Karcagot a Földművelésügyi Minisztériumban. December 9-én került sor a Véradók napja rendezvényre a Nimród Biot étteremben. A rendezvényen részt vett Nagyné László Erzsébet képviselőasszony. Szintén december 9-én a Karcagi Sport Egyesület labdarúgó szakosztályának évvégi rendezvényén Dobos László polgármester úr köszöntötte a felnőtt karcagi válogatott tagjait és a szakosztály vezetését. Az eseményen Szepesi Tibor képviselő is jelen volt. December 10-én adventi játszóházba várták a gyerekeket és a családokat a sportcsarnokba. Az érdeklődőket kézműves foglalkozások, mézes süteménykészítés, babakuckó, sportbemutatók és mozgásos játékok várták. A képviselő testületből Pánti Ildikó vett részt a rendezvényen. December 10-én adventi zarándoklat címmel közös imára került sor a Városháza előtti téren. Jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. Szintén december 10-én az Életet az Éveknek nyugdíjas klub tagjai karácsonyváró koncerten vettek részt a Pesti Vigadóban. December 11-én, advent 3. vasárnapján a Tritonus Gitár Trio és Karcagváros kamarakórusa lépett fel a Dérnél Kulturális Központban. Ünnepi köszöntőt mondott, és a 3. adventi gyertyát meggyújtotta Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. Az ünnepségen dr. Kanásznagy László és Molnár Pál képviselték a városvezetést. December 12-én a Kazak Köztársaság függetlenségének 25. évfordulója alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Kovács Szilvia alpolgármester vett részt városunk képviseletében. December 13-án a Pedagógus Klub tartott ünnepi rendezvényt a Dérni Kulturális Központban. A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. December 13-án és 14-én került megrendezésre az Alsó Tagozatosok Jégvirágok című mesemondó versenye az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtárában. Köszönöm jegyző úrnak a tájékoztatását, és köszönöm képviselőtársaimnak azt, hogy ilyen aktívan részt vesznek ezeken a programokon, és hogy milyen univerzálisak a képviselőtársak, mi sem bizonyítja jobban, mint az például, hogy a Mikulással történő fotózkodásnál Szepesi Tibor képviselőtársunk személyesítette meg a Mikulást, köszönet ezért. Nagy sikere volt az idén is a gyermekek és a szülők körében. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy az elmúlt időszakban ismételten több karcagi polgár kapott kitüntetést. Ennek megfelelően köszönteni szeretném Béres Sándor urat, a Világszövetség karcagi szervezetének elnökét, aki december 5-én Budapesten a Magyar Szabadság emlékéve az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából a hazaszeretetért, példamutató nemzeti elkötelezettségéért és 1956 eszméjének őrzéséért, ápolásáért az 56-os Hűség a haszához érdemlen nagy kereszt kitüntetésben részesült. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, további jó erőt, egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen szíves kifáradni,
és az ajándékot átvenni. Ugyanezen a napon szintén hasonló az 56-os hűség a haszához érdemben kitüntetést vett át idősebb Fazekas Sándor úr, Bene Imre úr és Kárpáti Vince úr. A Karcagvárosi Önkormányzat nevében gratulálok, jó egészséget, hosszú boldog életet kívánok mindannyiuknak. Megkérem, hogy legyenek szívesek kifáradni és az ajándékot átvenni. Sajnos Bene Imre bátyánk nem tud részt venni a mai rendezvényen, kórházba kerül pontosan a mai napon, így nyilvánvalóan át fogja adni neki idősebb Fazekas Sándor úr ajándékot. De szeretettel köszöntjük és javulást, jó egészséget kívánunk számára. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel a lehetőséggel? András András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. Polgármester úr, igazából nem is kérdéssel, hanem kéréssel fordulnék önhöz, illetve a testülethez. A megyei közgyűlésen meghallgattuk a közútkezelőnek a beszámolóját, ami ránk nézve elég szomorú, és eléggé hátrányosan érinti a várost. A beszámolóból kiderült, hogy a közútkezelő ebben az évben már semmilyen fejlesztést a városban nem fog végrehajtani. Így nem lesz lámpás kereszteződés a postánál, nem lesz a kisújszállási út hibái kijavítva. Én szeretném azt javasolni, hogy a közútkezelő városunkban is tart beszámolót minden évben egy alkalommal. Hasonlóan, mint ahogy a megyén is javasoltam, itt is javasolnám, hogy még egy alkalommal legalább hallgassuk meg. Én annyival még ezt szeretném kibővíteni, hogy egy tavaszi időszakra, tehát egy ilyen április-május környéki meghallgatást javasolnék, külön soron kívüli meghallgatást a közútkezelő vezetője részéről, és én úgy gondolom, hogy Váncsa úr, mint a szervezet vezetője, illetve a cég vezetője, ezt személyesen tegye meg, ne helyettesítéssel, személyesen. Ha személyesen nem tudja megoldani, akkor keressünk számára egy másik időpontot, amikor be tud számolni a cégnek az addig elvégzett tevékenységéről, különös tekintettel arról a részéről, ami a várost érinti. Személy szerint úgy gondolom, hogy a közútkezelő eléggé mostoha gyerekként kezel bennünket, és akkor próbáltam finom lenni ebbe a kérdésbe. A másik olyan dolog, hogy átnézve az elmúlt időszakban és a városgazdálkodás munkáját is megnézve, azt látom és tapasztalom, hogy egyre több és egyre komolyabb feladatok, nehezebb feladatok terhelődnek a városgazdálkodásra. Én úgy gondolom, hogy amellett, hogy igazgató úr remekül végzi a munkáját, ha megoldható, valamilyen formában könnyíthetne az önkormányzat. Mondjuk
csak egy gondolat erejéig, esetleg az adminisztráció részleges átvállalásába. Egy tovább gondolásról van szó igazándiból, de úgy gondolom, hogy a VGV-nek nagyon sok és nagyon nehéz feladatot rovunk, úgymond a vállára. Én segíteni és egy kicsit könnyíteni szeretnék ebbe a kérdésbe. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen ezeket a felvetéseket, a közútkezelő, közült KHT beszámolóját valóban meghallgattuk a megyei közgyűlésen, és az igazsághoz tartozik, hogy Váncsa igazgató úr valamilyen oknál fogva nem volt jelen ezen a meghallgatáson. Tehát nem csak nekünk voltak kérdéseink természetesen, hanem a megye majdnem minden részéről voltak felvetendő problémák. Sok mindenre válaszokat kaptunk, sok mindenre meg nem természetesen. Hát nekünk persze az fájja a legjobban, ami bennünket érint, úgyhogy nem kell azért azt úgy elképzelni, hogy mi kiemelten fekete bárányok vagyunk, de nagyon fájja a postai kereszteződés megoldásának elhúzódása, nagyon fáj a kisűszállási út helyzete. Remélhetőleg a következő esztendőben ez megoldódik, és én is támogatom azt a javaslatot, hogy igenis hallgassuk meg igazgató urat, vagy a közút KHT-nak valamelyik prominens vezetőjét, hiszen arra nem utasíthatjuk, hogy ő személyesen jelenjen meg. Annak örülnénk természetesen a legjobban, hogyha ez így lenne, és miután a éves tervünkben szerepel is az ő meghallgatása, én ezt el tudom fogadni, így aztán majd, hogyha ahhoz a napirendi ponthoz érkezünk, amikor a munkatervet tárgyaljuk, akkor javaslom, hogy ezt a munkatervet fogadjuk el, és abban benne is van ennek a meghallgatásnak a tervezett javaslata, és az időpontja is. Úgyhogy szerintem el fogjuk fogadni, és akkor képviselő úrnak a kívánsága teljesül, és továbbra is kőkeményen vegyük gorcső alá mindig, hogy hogyan is végzi munkáját a közútkezelő KHT. Ez mindannyiunk érdekeit a városban természetesen, hiszen mindannyian közlekedünk, és mindenki jobb körülmények között, illetve a lehető legjobb körülmények között szeretne közlekedni. Gondolom, hogy majd megtárgyaljuk azt a napi rendi pontot, és ha elfogadásra kerül, akkor megoldódik ez a probléma, ez a beszámoló is. Örülünk, hogy tetszik képviselőnek a városgondokság, és nem városgazdálkodás, hanem városgondokságnak a munkája, tevékenysége. Nem olyan régen tárgyaltuk a városgondokság éves beszámolóját, mi is elégedettségünknek adtunk hangot az elhangzott felszólalásokban, illetve a szavazási eredmény is azt mutatta a téma végeztével, hogy meg vagyunk elégedve, hiszen egyhangulag elfogadtuk azt a jelentést, amit kötelezően kellett benyújtani a városgondokság vezetésének. Köszönjük az ezéves munkájukat ismételten. Tisztelt képviselőtestület, van-e további kérdés napirendek előtt? Amennyiben nincsen, csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a szabadságolási tervtől eltérően a két ülés között eltelt időszakban november 23-án és december 2-án, illetve december 12-től 14-ig vettem ki szabadságot. Tisztelt képviselőtestület, az év utolsó üléséhez érkeztünk, nagyon sok és fontos napirendi pontot kell megtárgyalnunk, jutott az utolsó hónapra is bőséggel napirendi pont. Ez így van rendjén természetesen, hiszen most kell elvárni azokat a szálakat, ami még előttünk van, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjuk befejezni ezt az évet. 33 napirendi pontot kell megtárgyalnunk. Én azt kérem, hogy mindenki tárgyszerűen tegye fel kérdéseit, vagy adjon hangot véleményének, hogy azért tudjunk haladni, hiszen ahogy jegyző úr beszámolt az elmúlt időszak programjairól, a mai napon is vár még ránk program, sőt a következő napokban is bőséggel lesznek programok, amire ismételten nagy tisztelettel várjuk és hívjuk a tisztelt képviselőtestület tagjait, illetve minden tisztelt jelenlévőt és érdeklődőt. Ha nincs több napirend előtti kérdés, felvetés, akkor javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására.
Első napirendi pontunk javaslat a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezethez. Ez egy jogszabályi előírás alapszik, és ha elfogadásra kerül, akkor a képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az átmeneti gazdálkodási időszakban az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, kiadásait fedezze, a folyamatban lévő, illetve egyes esetben műszakilag már kivitelezett, valamint kiemelt jelentőségű feladatokhoz a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítsa. Vitára javaslom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Jelentkezést nem látok, tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Második napirendi pontunk. Javaslat Karcagvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 rendelet módosítására. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, ez év február 15-én fogadtuk el a költségvetést, azóta kétszer került módosításra. Most is sok minden szükségessé tette ennek a rendelettervezetnek a módosítását, hogy csak egyet kiemeljek, ha elfogadásra kerül a javaslat, akkor az év végével nagyszámú családot tudunk támogatni egy kis jutalommal, egészen pontosan 465 munkavállaló és annak családja részesül 30 000 forintos ajándékutalványba. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? András András képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők. A pénzügyi bizottságon megtárgyaltuk ezt a napi rendi pontot is, és ott volt egy kis értetlenkedés a dologba. Egy kérdésbe van egy 3 millió forintos tétel, amit annak idején a gyermekorvosi praxis, illetve hát tulajdonképpen a gyermekorvosi kérdés, városi gyermekorvosi kérdés megoldására különítettünk el, illetve címeztünk. Ez most ebből a költségvetés módosítás során ez kikerül. Az én értelmezésem szerint azért, a beszámoló szerint, én úgy értelmezem azért, mivel ebbe az évben ez az összeg már nem kerül felhasználásra. Én remélem, hogy ez az összeg a következő évi, tehát a 2017 évi költségvetésbe ugyanúgy meg lesz. Sőt, én már most szeretnék javaslatot tenni arra, hogy ezt a 3 millió forintos keretet a 17 évi költségvetésbe emeljük meg, mert úgy gondolom, hogy a gyermekorvos képzés, illetve a gyermekorvosi praxis betöltése Karcagon a jövőben nagyon fontos, továbbra is nagyon fontos kérdés marad. Remélem, hogy erre partner lesz majd a önkormányzat és a testület is. Mindenesetre alkalmasint majd, amikor erre sor kerül, akkor is meg fogom tenni a javaslatomat. Szeretném azt biztosan hangsúlyozni, hogy ez a 3 millió forint, ami most nem lett használva, ez azért a következő évben mindenféleképpen meg lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólását, tisztelt képviselő úr. A 2017-es költségvetést a szokásoknak megfelelően fogjuk majd előkészíteni, több lépcsőben állítjuk össze. Nagyon sok grémium fogja ezt tárgyalni, és semmiről nem fogunk megfeledkezni természetesen. Erről a témáról sem ennek megfelelően. Az, hogy emelhető-e vagy sem az összeg, az mindig a pénzügyi lehetőségeinktől függ. Addig tudunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér. Remélem, hogy mindenre többet tudunk fordítani, de az is lehet, hogy néhány dolgot meg kell kurtítani. Most nem pontosan erre a dologra mondok, de a lehetőségünk függvényében tudjuk összeállítani a költségvetést, ez természetes. Tehát irányos költségvetést nem szabad magunk elé tűzni, mert saját magunkat csapnánk be, nem beszélve a lakosságról, amit semmiképpen nem szeretnénk. Van-e további jelentkezés? Karcagi Nagy Zoltán képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A
testületi ülés előtt a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta a 2016-os évi költségvetés módosításáról szóló javaslatot. Nagy örömünket fejeztük ki a tekintetben, hogy a 30 ezer forintos ajándék utalvánnyal a 465 önkormányzathoz tartozó dolgozó meg lesz ajándékozva, hiszen ilyenkor az ünnepek közeletével minden családban mindenkinek jól jön, még az utolsó fillér is, és ez egy nagyon nagy ajándék, én úgy gondolom. Ha összegét veszük, az lehet, hogy nem olyan nagynak tűnik, de bizony-bizony, ahol minden fillére szükség van, ott nagyon jól jön ez a segítség. A módosító javaslat a képviselőtestületi döntéseket tartalmazza, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó szervek által beadott előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket, illetve a központi költségvetésből lemondott támogatásokat és az egyes feladatokhoz kapott támogatások előirányzatosítását, és így lett a bevételi és kiadási fő összege az önkormányzati költségvetésnek 3.766.802.000 forint. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a hozzászólást, minden fontos adatot meghallottunk és meghallgathattunk. Köszönöm szépen. Szepesi Tibor képviselő úr, kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek. A napirendi pontot az önkormányzati intézmények, a költségvetési intézmények érdekegyeztető fóruma is megtárgyalta, és azt gondolom, hogy minden intézmény érdekelt köszönetét fejezte ki a gazdálkodásnak. A ma fordulata miatt, hogy ahogy az előbb is elhangzott, ilyen jutalmat vehet át minden önkormányzati intézmény dolgozója. Nem csak a fórum tagjai részéről, hanem a szavazásnál is egyértelműen kiderült, hiszen egyhangú igennel támogatta a fórum az előterjesztést. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Van a további jelentkezés? Tisztelt képviselőtestület, én nagyon komolyan köszönöm meg mindazoknak a szakembereknek, akik a költségvetéssel, a gazdálkodással foglalkoznak, és úgy sikerült kihozni ezt az évet, hogy valóban jutott erre a célra is egy kis pénzmag, amit gondolom, hogy valóban nagyon jól fognak venni az emberek, mi pedig jó szívvel adjuk, és örülünk, hogy így tudtunk teljesíteni. Köszönet Gyurcsák János alpolgármesternek, akinek a munkakörében van a gazdálkodás irányítása, és minden szakembernek, és köszönet a bizottság tagjainak, mindenkinek, aki a javaslataival, támogatásával ezt lehetővé teszi. Van-e további jelentkezés? Elfogadásra javaslom ezt a napirendi pontot, aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, köszönöm szépen. Történelmi pillanat következett be, az ellenzék is támogatta az előterjesztést. Örömteli dolog, így azt láthatjuk, hogy ők is meg vannak elégedve a város vezetésével, a hivatal munkájával és a vezető frakciónak a tevékenységével. Köszönjük! Harmadik napirendi pontunk javaslata a helyi pénzügyi adóról szóló 15/2015 rendelet módosítására. Van ehhez valakinek valami véleménye, kérdése, hozzászólása? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm. Negyedik napirendi pontunk javaslata a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013 önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt képviselőtestület, a rendelet módosítás tartalmazza a Karcagváros külterületi közterületeinek elnevezését, az átkerti utak elnevezését és az ezekre nyíló lakott ingatlanok házszámozásának szabályait, valamint a külterületen elhelyezkedő tanyák elnevezését, miután ezek még eddig nem voltak meg. Vitára bocsájtom, kérdés-hozzászólás van-e? Pánti Ildikó képviselőasszony, kér szót. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Tudjuk azt, hogy Karcag nagy külterülettel rendelkezik, mint ahogy itt az anyagban is olvashatjuk.
magam részéről, mint területi képviselő érintve vagyok a kertben lakók ügyében, és a kérdésem az lenne, hogy ez a változás természetesen gondolom én az ott állandó lakóingatlannal rendelkezők személyi okmányait is érinti, tehát megfelelő módon ezeket is érinti azáltal, hogy ezt rendezni kell. És ugye külterületen lakók téli időszakban, tehát nehézkes a közlekedés is, és szeretném kérdezni, hogy ennek mennyi az átfutási a határideje. Azt is el kell mondani, hogy területi képviselőként 3 évvel ezelőtt érintve voltam az egykori Fürth Sándor utca, Futó Imre utca átnevezésével kapcsolatban, és a hivatal példaértékűen nagyon rövid idő alatt megoldott ezt a problémát. Tudjuk ugye, hogy az okmányoknak a kicserélése díjmentes, és ez is egy nagyon fontos tudnivaló. És másrészt pedig még egyszer mondom, hogy példaértékűen nagyon rövid idő alatt, bízom benne, hogy ez most is így történik, és megfelelő segítséget igényelve, mert külterületen lakó emberekről lévén szó, tél van, tehát a közlekedés is nehézkes, és ebben kérek egy megfelelő olyan állásfoglalást, és itt jegyző urat kérdezném, hogy ennek mennyi akkora az átfutási ideje az okmányoknak a rendezésére, mert ez ugye érinti a földhivatal, meg egyéb más szerveket is. Köszönöm szépen! Köszönjük a felvetést, nagyon fontos dologról van szó valóban, és emlékezhetünk, hogy a Futó Imre út elnevezésekor tényleg példaértékű volt az önkormányzat és a kormányablaknak az összehangolt munkája, szerintem közmegelégedése gyorsan és pontosan bonyolódott a okmányoknak az átírása. Jegyző úr válaszol képviselőasszony kérdésére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt képviselőasszony! Azért került erre sor, hiszen a központi lakcím nyilvántartásban már helyrajzi szám szerint nem lehet lakcímet kérni. Tehát ez alapján, a helyi rendelet alapján ez a központi lakcím nyilvántartásban majd megjelennek ezek az ingatlanok, mint lakó ingatlanok. Tehát ez gyakorlatilag, ahogy felkerül a rendszerre, ebben az évben már biztos, hogy nem tudnak ebben lakcímet intézni, de én remélem, hogy januárban igen. Az, hogy ez mennyi időn belül, a kormányablak szerintem igen gyorsan és hatékonyan működik itt a Városházán, úgyhogy nem igen lesz ennek különösebb akadálya. Akinek szüksége lesz lakcímkártyára, ez alapján, a rendelet alapján most már zökkenőmentesen és gyorsan meg fogja tudni kapni a lakcímkártyát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Van-e további jelentkezés ebben a témakörben? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. Szavazzunk igen! Nem tartózkodási kérdésem múlva került elfogadásra. Köszönöm szépen. 5. napirendi pontunk. Javaslat a karcagi település rendezési terv részeit képező Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 KT számú határt módosítására. Sokszor áttárgyalta sok grémium, sok bizottság, van ehhez kapcsolódóan vélemény, kérdés, hozzászólás. Elfogadásra javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm. 6. napirendi pontunk, hasonló témakör. Javaslat a karcagi település rendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megalapításáról szóló 18/2001 számú rendelet módosítására. Ehhez van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Szerintem egyértelmű az írott anyag. Szavazásra teszem föl. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 7. napirendi pontunk. Javaslat
Karcagváros település szerkezeti tervének megállapításáról szóló 309/2001 KT számú határozat, illetve karcagi településrendezési terv részeit képező karcagi építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001 rendelet módosítási céljainak elfogadásáról szóló 259/2016 KT számú határozat módosítására. Szép címe van ennek a napi rendi pontnak. Kérdés hozzászólás véleményehez van-e? Ugyancsak azt tudom mondani, hogy ezt is nagyon sokszor áttárgyaltuk, átbeszéltük. Bizottság is támogatta, köszönöm szépen. Ha mi is tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 8. napi rendi pontunk. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők bizottsági tanácsnokok 2017. évi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, magam részéről nem javaslom a rendelet módosítását. De vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A bizottság is hasonlóképpen gondolta, hallom elnök úr jelzését. Tudjuk-e azt támogatni, hogy nem módosítsunk? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 9. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcagváros Önkormányzat képviselőtestületének 2017. évi munkatervére. Tisztelt képviselőtestület, ez egy váz, amit most itt látunk a napi rendi ponton belül. Nyilvánvalóan javaslatokat tartalmaz meg a kötelező penzumokat, ez sok mindennel ki fog még egészülni hónapról hónapra várhatóan. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e ehhez? Biztos vagyok benne, hogy bővülni fog a keret. Elfogadásra javaslom. Szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül. Egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 10. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcagvárosi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. Tisztelt képviselőtestület, a belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes, gazdaságos, szabályszerű gazdálkodást. Két belső ellenőrünk, két revizorunk van, ők végzik ezt a nagyon nehéz munkát, ami sokszor vitákkal párosul, de hát ez így van rendjén, természetesen az ő feladatuk az, hogy a szabályszerűségre vigyázzanak. Ehhez persze egy komoly tervet kell előkészíteni, ami szerint végzik a feladataikat, munkájukat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a napirendi ponthoz, a javaslathoz? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, jó munkát kívánok belső ellenőrinknek a következő esztendőre is, és köszönettel vettük ez évi munkájukat is. Szavazzunk, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napi rendi pontunk, beszámoló a karcagi polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről. 37 oldalon kerül taglalásra a hivatal ez évi munkája, de szerintem sokkal többet is lehetett volna még erről írni, hiszen nagyon gazdag és feladatteljes év esztendő áll a hivatal mögött. Az anyag önmagáért beszél, csoportokra, irodákra lebontva taglalja az ez év elvégzett munkálatokat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez? Pánt Ildikó képviselőasszony, tessék, parancsoljon! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők! Én azt hiszem, hogy képviselőtestület tagjainak a véleményét tolmácsolhatom, bár nem volt szó így erről, hogy ezt tegyem. Annál is inkább, hogy amikor annyi jogszabályváltozást és annyi változást él meg egy hivatal, annak kapcsán
nagyon nagy figyelemmel kell kísérni a mindennapokba ezeket a változásokat, és ezt a változást hivatali szinten továbbadni a képviselő testület tagjainak, bizottságoknak, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a tájékozottság ebben a hivatal munkatársainak, az iroda vezetőinek, a ott lévő kedves munkatársaknak, és azok a napirendek, amelyek egy-egy bizottsági szinten sorra kerülnek, menet közben is nagyon sok adódik, egy tervezés szintjén is, ahogyan erről volt szó, hogy a képviselőtestület jövő évi tervét ugye ebben a vonatkozásban elfogadtuk, de ugyanakkor ez a bizottságokra is vonatkozik. Tehát rövidre fogva a magam nevébe, mert hiszen végül is ezt kell tennem szólva, én csak megköszönni szeretném a hivatal dolgozóinak, szűkebb területen azoknak a bizottságoknak, amelyekkel kapcsolatban vagyok, azt a tevékenységet, bármilyen információra szüksége van egy képviselőnek, maximálisan nagyon emberi módon és nagyon, hogy úgy mondjam, szakértelemmel teszik. Tehát a bizottság a munkánkat eddig is segítette, és bízunk benne, hogy a jövőt illetően a hivatal dolgozóival együtt teszi. Köszönöm szépen, és a jövőbeni reménnyel tegyék a dolgukat továbbra is, jegyző úr irányításával és azokkal a szakemberekkel, akik maguk is egy folytonos megújulásra és folytonos képzésre vannak, hogy úgy mondjam, ítélve, mert hiszen az élet is így kívánja tőlük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a hozzászólást! Van-e további jelentkezés, vélemény, kérdés, felvetés? Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, nyilvánvalóan sok szemszögből lehet tekinteni és vizsgálni egy hivatalnak a munkáját. Másképpen látja az, aki kívülálló, másképpen látják a képviselőtestületi tagok, meg másképpen látják azok is, akik itt dolgoznak a hivatalban. Talán azok látják legjobban, akik itt vannak, hiszen napi munkakapcsolatban vannak a munkatársakkal. Kár lenne tagadni, hogy azért voltak néha zökkenők, de csak az nem vét, aki nem dolgozik. Tehát a munkában mindig előfordulhatnak hibák, de hál' Istennek ezek apró hibák voltak, és mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy az ez évi feladatok sokkal gazdagabbak és bővebbek voltak, mint a korábbi években, legalábbis az elmúlt 2-3 esztendőben, úgyhogy komoly kihívásnak kellett megfelelni a hivatalnak, és ezt meg is tették. Én magam is meg vagyok elégedve, ha nem voltam megelégedve, azt természetesen jeleztem mindig a megfelelő helyen és időben. Azt kérem továbbra is jegyzőúrtól, Rózsa Sándor jegyzőúrtól, illetve dr. Szapernikő aljegyzőasszonytól, hogy kőkemény kézzel fogja a hivatalt és irányítsák ezt a munkát mindannyiunk megelégedésére, hogy mindenki stramul és flottul tudja végezni a munkáját, hiszen ezek a munkák egymásra épülnek. Az előkészítő munkanélkül nem haladnak a különböző bizottságok, képviselő tagok, így kerek, így áll össze ez a munkafolyamat. Én mindenképpen elégedett vagyok. Azt kívánom, hogy sose legyen rosszabb évünk, mint a 2016-os év a hivatal munkáját tekintve. Ennek megfelelően elfogadásra javaslom a beszámolót, aki egyetért velem, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el, és köszönet a hivatal munkatársainak ez évi munkájukhoz. 12. napirendünkhöz érkeztünk, javaslat a Kalocsaivárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi támogatására. Tisztelt képviselőtestület, minden évben valamilyen támogatást nyújtunk a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére. A következő esztendőre is javaslom, hogy egy adminisztrátor 4 órában történő foglalkoztatásának támogatására a garantált bérminimum és a szociális hozzájárulás erejéig 1 millió 200 ezer forint összegű támogatási keretet állítsunk és határozzunk meg. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez?
Szót kért képviselő úr? Nem. Jelenkezést nem látok, ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. 13. napi rendi pontunk. Javaslat a Kalcag Televízióval való 2017. évi megállapodásra. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, az önkormányzat kötelező feladata a lakosság tájékoztatása, és ezt több csatornán lehet megtenni, az egyik leghatékonyabb a televíziós közvetítés, aminek áldásos hatását, tevékenységét korábbi években is tapasztalhattuk, hiszen a rendezvényeinkről, eseményekről, a testületi ülésről folyamatosan kaptak tájékoztatást, beszámolót a lakosság, ahhoz, hogy a következő esztendőben is ez rendben történhessen, javaslom, hogy 3.750.000 forint díj ellenében támogassuk a Kalcag Televíziót. Vitára bocsájtom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Andrási András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen az út, polgármester úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. A Kalcag Televíziónak adunk 3 millió forint közpénzt. Én úgy gondolom, hogy az nagyon jó dolog, hogy jelen pillanatban is itt van, és rögzítik például a testületi ülést. Nagyon jó dolog, hogy a város eseményeit rögzítik és közvetítik. Szintén nagyon jó dolog, hogy a város vezető politikusait, a képviselőtestület tagjait, minisztereket megszólaltatnak a televízióban. Azt viszont úgy gondolom, hogy kevésbé jó dolog, hogy az ellenzék részéről 0 perc műsoridőt biztosítanak. Tudom, egy magántelevízióról van szó, szívük joguk hozzá, de akkor, amikor 3 millió forint közpénzt biztosítunk a számukra, úgy gondolom, hogy az arányos mértékű tájékoztatásba beleférne egy kicsit több műsoridő is. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 6 évben, amióta mondjuk a Jobbik itt a városban megjelent, mint politikai szereplő, a televízió talán 0 perc műsoridőt biztosította a párt részére. És félreértés nehézség, nem én magam szeretnék ott szerepelni, én inkább a kamera másik oldalán érzem jól magamat, de úgy gondolom, hogy a Jobbik részéről van egy országgyűlési képviselője ennek a városnak, és ha egy icipici műsoridőt talán kapna, akkor úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás a televízió részéről elfogadható lenne, míg most ez nem történik meg. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy akkor fogjuk tudni támogatni ezt, hogyha a televízió a műsor struktúráján ilyen értelemben változtat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő, ez az ön véleménye, hogy milyen százalékban, hogy szólalnak meg különböző vélemények, az nagyon nehéz meghatározni. Egy biztos, hogy nem csak politikusokat szólaltatnak meg a Kalcag Televízióban, hanem nagyon sok mindenki mást, és senkitől nem kérdezik meg, hogy például kire szavazott. Tehát akár jobbikos szavazó is lehet, vagy akármilyen más egyéb szavazó, nincs ráírva, nincs a homlokára kiírva, ez egyértelmű. Az esetleg, hogy direktben nem, vagy kevesebbet keresik meg a jobbikos képviselőket, valószínűleg azért van, mert egy televízióban arra is figyelnek, hogy a nézettség folyamatosan lehetőség szerint magas legyen, és elképzelhet, hogy a Jobbik nem éri el azt az inger küszöböt, amivel meg lehetne, fel lehetne tartani ezt az érdeklődést a Kalcag Televízióban. Nagy valószínűséggel ezért van az esetleg, hogy kevesebbet szólalnak meg. Ha aktívabban, tevékenyebben, hasznosabban dolgozik majd a Jobbik, akkor elképzelhető, hogy ez fog változni. Gondolom az inger küszöböt nem éri még el az a kívánalom. Nekem meg ez a véleményem. Van-e további hozzászólás, jelentkezés? Javaslom az elfogadását a napi rendi pontnak. Igen, nem, tartózkodás. Két nem. Két nem. Gyorsan tessenek kezeket nyújtani, katonásan. Tehát 9 igen, 2 nem ellenében a napi rendi pont elfogadása kerül. Köszönöm szépen.
Következő témánk, illetve napirendünk a 14. lesz, azt mondja, hogy javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat Közbeszerzési Bíráló Bizottsága létrehozásáról szóló 256/2014 KT számú határ módosítására. Tisztelt jelenlévők, a közbeszerzésekről szóló 143. törvény kimondja, hogy az önkormányzat, mint ajánlatkérő, meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező legalább 3-tagú bíráló bizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. Fentiekkel tekintettel javasolja az anyag, illetve én magam is, hogy a közbeszerzési bíráló bizottság tagjai közé válasszuk meg Kacsándi István Zoltán építészmérnök urat. Van-e kérdés, hozzászólás véleményehez? Javaslom a támogatást. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 15. napirendi pontunk, javaslat a külterületi helyi közutak fejlesztésére, két pályázaton való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, lehetőség van most pályázni 100 millió forint erejéig külterületi utak felújítására, karbantartására. Mindenképpen célszerűen az Ádorhídhoz vezető utak rendbetétele, ezt tartalmazza a javaslat is, tehát ilyen jellegű pályázati anyagot adjunk be. A 02314 és a 08 helyrajzi számú utakról van szó. Gondolom, hogy bizottságok is megtárgyalták ezt a témát. Javaslom, hogy mi is vitassuk meg. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, akkor gondolom, hogy az az egyetértést jelenti. Szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Köszönöm szépen. 16. napirendi pont. Javaslat az első világháborúval kapcsolatos társadalom és történelemtudományi munkák megjelentetésének támogatására kiírt pályázaton való részvételre. A pálya célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom és történettudományi munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez. Az önkormányzat kíván pályázatot benyújtani dr. Pintér Zoltán, Karcagváros helytörténeti kutatásához kötődő doktori értekezletének könyvformájában történő kiadásának támogatására. 500 példányban javaslom ezt megtenni. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 millió forint. Nagyon értékes munkáról van szó. Jól ismerjük tanárurat, aki ennek a könyvnek a szerzője. Mindenképpen javaslom annak támogatását pályázaton keresztül. A város gazdagodna ezáltal. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Ha nincs, akkor javaslom, hogy támogassuk az elképzelést. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 17. napirendi pontunk, javaslat a Karcagváros menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési szolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltató kiválasztására. Tisztelt jelenlévők, a képviselőtestület kiírt pályázatára ajánlat nem érkezett, ami miatt az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, ezért célszerű a közszolgáltatást jelenleg biztosító közszolgáltatóval, a Közép-Kelet-Magyarországi Közlekedés Központ ZRT-vel megkötni, illetve meghosszabbítani 2018. december 31-ig terjedő időszakra. Köszöntöm a cég képviselőjét. Van ehhez a napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás, vélemény? A szerződés a mellékletben megtalálható. Átolvasta mindenki. Javaslom a napirend támogatását. Igen,
Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 18. napi rendi pontunk javaslata: Karcagváros helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatás 2017. évi támogatására. Minden évben felmerülő probléma ez. Nyilvánvalóan egy kis támogatás kell ahhoz, hogy legalább nullára fosson ez a szolgáltatás költségvetése. 13 millió forint támogatást javaslok a következő esztendőre ebben az ügyben. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? A bizottság támogatta az elképzelést. Tudjuk-e mi is támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 19. napi rendi pontunk: javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közvil első magyar közvilágítási zárt körön működő részvénytársaság törzsvény részvény pakett állományának részleges eladására. Javaslom, a részvény pakett állományból 1834 darab névre szóló egyenként 10 000 forint névértékű törzsrészvény eladását 11 millió 4 000 forint vételárért az Elmip hálózat Kft. Részére. Van ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 20. napi rendi pontunk: javaslat a 2017. évben induló járási startmunka mintaprogramban való részvételre. Ahogy a korábbi években, ezután is Magyarország kormányának egyik célkitűzése, hogy a közszolgáltatás keretén belül munkalehetőséget biztosítson azoknak, akik jelenleg kiszorultak a piacgazdaságból. A Városgondnokság vállalta fel ezt a nem könnyű és nem hálás feladatot, és a következő esztendőben 6 programelemre pályázik, így mint mezőgazdasági program, helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, belvízelvezetési program, mezőgazdasági utak rendbetétele, közúthálózat karbantartása, illetve illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása témában. Minden egyes programpont rendkívül fontos mindannyiunk számára. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás, véleményehez? Én úgy látom, hogy egyre sikeresebben sikerül ezeket a programokat végrehajtani, egyre nagyobb intenzitással kezdenek dolgozni. Nem tökéletes még természetesen, hiszen azért, amit már százszor elmondtunk, olyan munkavállalókról van szó, akiknek ez nem természetes dolog, de dolgozni kell az ügyön, mert különben nagy baj lesz. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Támogatásra javaslom. Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 21. napi rendi pontunk: javaslat a Karcag-Berekfürdő, Bucsa és Kunmadaras illetékességi területének kiterjedően központi alapellátási orvosi ügyelet folytatásáról és működtetéshez költségvetési előírányzat biztosításáról szóló módosított 520/2011 KT számú határ módosítására. Tisztelt képviselőtestület, az említett négy település, illetve az Emergency Service között van megkötve a szerződés, ami év végével lejár. Célszerű lenne ezt a szerződést tovább módosítani 17. december 31-ig. Természetesen ez költségekkel is jár, így a Karcagváros részéről 908.760 forint összegű forrás biztosítása szükséges ehhez. Van-e ehhez kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 22. napi rendi pontunk: javaslat a Karcag-Kacsó 16 szám alatti 228 helyrezi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítésére. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, a nevezett helyrezi szám és házszám a volt jéggyár épületét testesíti meg.
mindenképpen kellene már változtatni azon az áldatlan állapoton, ami ezzel az ingatlannal kapcsolatban van, hiszen egy folyamatosan fejlődő, nagyon forgalmas részen található ez az ingatlan, és ennek a sorsáról mindenképpen kell döntenünk. Az egyik lehetőség az, hogy valamilyen úton megversenyeztetve eladásra kínáljuk, hogy ott egy fejlesztés valósuljon meg, egy általunk mozgatott és irányított útvonalon, hiszen ha ez megvalósulna, akkor már több pályázathoz kapcsolódóan ez a városnak ezen része is, ami talán az egyik legforgalmasabb a piac okán, egy sokkal szebb, látványosabb, kulturáltabb, modernebb képet tudnak mutatni. Hangsúlyozom, versenyeztetéssel pályáztassuk meg, ez tartalmazza a javaslat. Többször megtárgyalták ezt is a szakbizottság és más egyéb grémium is. Én úgy gondolom, hogy elértünk arra a pontra, amikor már nem szabad csak úgy állni, hagyni ezt a folyamatosan romló, málazozó épületet. Mindannyiunk örömére itt is egy fejlesztést kellene beindítani. Ha van erre jelentkező, és megfelel az általunk diktált feltételeknek, akkor szerintem ne lökjük el magunktól a lehetőséget. És még mindig van vissza lépési lehetőségünk természetesen, ez a kis kapu is benne van. Én javaslom a napirendi pont elfogadását. Igen, nem tartózkodás nélkül egy hangul a került elfogadásra, köszönöm szépen. 23. napirendi pontunkhoz érkeztünk, javaslata a Karcag Tiszta út 6 szám alatti ingatlan Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére történő térítésmentes használatba adására. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, a Nemzetiségi Önkormányzat bejelentette, hogy ők, ha ezt az ingatlant térítésmentesen megkapják, akkor átadják a jelenleg általuk használt Kossuth téri ingatlan részt, és én ebben a dologban támogattam az elképzelésüket, és hogyha önök is egy vita után ezt elfogadják, akkor mondjuk megerősítjük ezt az elképzelést. Természetesen azt a bizonyos ingatlant azért egy kicsikét ki kellett stafírungozni, hogy használható állapotba kerüljön, mert azért ott egy, kell, hogy egy valamilyen komoly munka folyjon, és ehhez kellenek bizonyos feltételek. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, vitára bocsájtom magyarul. Tudjuk-e támogatni ezt az elképzelést? Igen. Nem tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 24. napi rendi pontunk a következő. Javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra vonatkozó idegen tulajdonú ingatlan igénybevételéről és használati jog alapításáról szóló megállapodás megkötésére. Az MVM Net optikai kábel kiépítését tervezi, szükséges használati jog alapításáról szóló megállapodás megkötése, amelyben egyszeri kártalanítási összeg is megállapításra kerül. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Nekem lenne kérdésem, hol kerül ez kiépítésre ez az optikai hálózat? Ki tudja ezt megmondani? Jester Ferenc, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, ez az optikai kábel egy meglévő 20 kV-os hálózatra kerül fölrakásra, egy külön tartó szerkezettel. Ez a 20 kV-os hálózat, ez a volt Hage Philipsia telepről indul, és megy a alállomáshoz, tehát a elektromos alállomáshoz, ami a Kisújszállási út mellett van. Köszönöm szépen. Na most akkor ez a levegőben lesz, vagy a földben lesz? Ez a levegőben lesz, és annak tartó szerkezetén lesz, tehát a meglévő tartó szerkezetre épül egy kiegészítő tartó szerkezet, ami tartja ezt a kábelt. Köszönöm szépen a választ. Tudni, hogy rossz tapasztalataink voltak a különböző kábelek földbe történő elhelyezése okán, úgyhogy ez akkor ez egy mindenképpen kiküszöbölt probléma. Megnyugodtam én magam is. Van-e még
másnak véleménye ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazzunk. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 25. napi rendi pontunk. Javaslat a Karcag külterület 0166/1 helyről számú ingatlan Tőki Sándorné részére történő haszonbérbe adásról szóló 36/2016 KT számú határ módosítására. Viszont képviselőtestület nevezett személy bérelte eddig is ezt a területet, ami a téglagyár, volt téglagyár környékén található. A bérleti idő meghosszabbítására teszek javaslatot 2017. december 31-ig. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ezzel kapcsolatban? Javaslom az elfogadását. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. 26. napi rendi pontunk a jelentések. Szerény számú 2 darab jelentést található az anyagban. Ennek ellenére összevont szavazást javaslok. Egy vita után kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás, 9, igen, 2 tartózkodás erejében a jelentések elfogadásra kerültek. Köszönöm szépen. 27. napi rendi pontunktól zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület a napi rendi pontokat, így megkérem kedves vendégeinket, hogy a zárt ülés időtartamára legyenek kedvesek az üléstermet elhagyni. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim! Az zárt ülés és egyben a napi rendek megtárgyalásának a végére értünk. Kis figyelmet és türelmet kérek még, felkérném Lóra Sándor jegyző urat, hogy az előttünk lévő eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni számunkra. December 16-án a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény karácsonyi hangversenyt tart a Dérnék Kulturális Központban. December 17-én kerül megrendezésre a Karcagi Kolbász ízesítő és házipálinka verseny a Dózsa György úton. A rendezvényen disznótoros és hungarikum ételeket, italokat kóstolhatnak, vagy akár vásárolhatnak az érdeklődők, valamint hungarikum kézműves játszóház is várja a látogatókat. December 21-én kerül sor a 4. adventi gyertya közös meggyújtására a katolikus templomban, ahol a nemzetközi hírű Szent Efrém férfikar hangversenyét hallgathatja meg az ünneplő közönség. Köszöntőt mond, és a 4. adventi gyertyát meggyújtja dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő. A Karcagi Római Katolikus Egyházközség nevében köszönti az egybegyülteket Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos. December 22-én tartja a hagyományos karácsonyi rendezvényét az ifjúsági házban a cigány kisebbségi önkormányzat. 2017. január 7-én és 8-án amatőr labdarúgó tornát rendeznek a sportcsarnokban. Január 14-én a Karcagi Hagyományőrző Talpas Íjász Kör Egyesület Teremíjász versenyt rendez a sportcsarnokban. Január 15-én a református templomban emlékező istentisztelettel a Kumpiéta emlékműnél mécsesek gyújtásával tisztelgünk a Doni katasztrófa áldozatai előtt. Január 21-én kerül megrendezésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség. Szintén 21-én délután Bozsik labdarúgó tornát rendeznek a sportcsarnokban. Január 27-én lesz a Szent Anna és Sámuel Középiskola és Kollégium végzős tanulóinak szalagolható ünnepsége a Dérnék Kulturális Központban. Január 28-án rendezik meg a Lekvár Sándor emléktornát a sportcsarnokban. Január 29-én U9 és U11 teremlabdarúgó tornát rendeznek a sportcsarnokban. Köszönöm szépen az előzetes beharangozót. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk ezekre a rendezvényekre. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv és jó reményeink szerint 2017. január 26-án csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Van-e valakinek javaslata erre az ülésre? Úgy látom, hogy nincs, majd lesz magától, meg a munkaterv szerint. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Én valóban nagyon jó szívvel köszönöm meg a tisztelt képviselőtestület minden tagjának az ez évi munkáját. Én úgy gondolom, hogy
nem kerül már soron kívüli testületülése, így most van annak ideje, hogy azt a sok munkát, amit eltetszettek végezni, és valóban ez mindenkire vonatkozik a képviselőtestület részéről, az odafigyelést, az akaratot, a jó szándékú indítványokat megköszönjem. Nyilvánvalóan ezzel tudjuk kitisztelni és csiszolni azokat a javaslatokat és döntéseket, ami szükséges egy város életének a vezetéséhez. Ugyanígy jó szívvel köszönöm meg a hivatalnak a munkáját, ahogy már a korábbi időben elmondtam, kemény év áll mögöttük, és 90%-ban igen szépen teljesítettek, és ez mindenképpen egy jó arány, és köszönettel tartozunk mindezért. Köszönöm az érdeklődők figyelmét, a kedves televízió nézők figyelmét, és engedjék meg, hogy mindenkinek áldott karácsony, jó pihenést, egészségben és szerencsében gazdag 2017-es évet kívánjak. Tisztelt képviselőtestület tagjainak, a hivatal munkatársainak, a jelenlévőknek és a kedves televízió nézőknek jó pihenést, kellemes ünnepeket, áldott karácsony, boldog új esztendőt. Munkákat befejeztük erre az évre, legalábbis a testületülés munkáit, az ülést bezárom.